köszöntünk mindenkit a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Gratulálunk a csapatának a továbbjutáshoz. Először is megkérem Bakó Botond urat, a vezetőedzőt, hogy mondja el a véleményét erről a mai mérkőzésről. Köszönjük szépen, és gratulálok a hazaiaknak, mert szerintem megint megmutatták, hogy nagyon jó kézlabdát játszanak, és hogy az NB1-ben is nem véletlenül érnek el szép eredményeket. Az én csapatomnak is kell gratuláljak, illetve megtettem nyilván az öltözőben, mert szerintem szépen harcoltak, és egészen komoly tartással kézilabdáztak. A legfiatalabbak nem ijedtek meg, amikor pályára kellett lépni, és meg kellett oldani a feladatokat, illetve az előttük álló szituációkat, úgyhogy örülünk a továbbításnak, ez volt a célunk, hogy továbbjussunk, és a nagy szünet előtt ezt a hetet még úgy zárjuk le, ahogy szerettük volna. Még egyszer azt gondolom, hogy ma olyan emberek is tudtak meghatározó szerepet vállalni, akik előtte esetleg kevésbé, de ez azt gondolom, hogy egy szép csapatmunka volt, és ennek volt az eredménye. Köszönjük szépen! Most megkérem Keceli Mészáros Renátát, hogy te értéked, milyen volt ez a meccs belülről? Először is én is szeretnék gratulálni a Kozár Miselyi csapatának. Hát nagyon sokat készültünk a mérkőzésre, tudtuk, hogy ez egy erős mérkőzés lesz, és hát ez így is lett. Nagyon szoros volt végig, és nagyot küzdöttünk szerintem, úgyhogy ebből most mi jöttünk ki jobban. Köszönjük szépen! Gyulai Lászlót megkérem a Kozár Miselyi csapat vezetőedzőjét, hogy te hogyan láttad a meccset? Én is gratulálok annak a csapatának a továbbjutáshoz, illetve az a küzdelemhez, amit ők is csinálnak. Nagyon pozitív, hogy ennyi sok fiatallal tudnak kiállni és ilyen teljesítményt nyújtani. Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen harcos, két ilyen harcos csapat, hiszen szerintem nekünk nincs más utunk, mint az, hogy keményen dolgozva és így harcolva menjünk előre. Nagyon-nagyon a vasas mérkőzés fényében, tükrében nagyon sok kettősség van bennem. Az a csapat, amelyik így kezd hazai pályán, és utána így visszaesik, számomra kicsit érthetetlen, illetve hát most azt kell, hogy mondjam, hogy a tűzharc bajnokságot ismét mi nyertük. Szerencsé, hogy nincsen idén, vagy ebbe a fordulóba forduló válogatottja, mert tudja, hogy a csapok kincső lenne megint. Hát ezt minden héten kibéreli ellenünk az ellenfél csapatával a kapus. De hát dolgoznunk kell ezeken. Az az igazság, hogy egy játékosom mondta korábban egy interjúban, hogy csak védekezéssel nem fogunk tudni nyerni. És ez az igazság, mert hiába teszünk meg hátul mindent, amikor előzítszerek garmadát, hetesek garmadát hagyjuk benn. És hát ez, én azt gondolom, hogy elsősorban a koncentráció és a fej, és nem az, hogy nincsen meg a játék, mert megvan a játék, a lehetőség, de hát nem tudom, mi kell ahhoz, hogy talán medicinlabdával kéne játszanunk, hogy még az ellenfél kapusa elugrik, addig van lehetőségünk bedobni. De most ezt nyilván egy kicsit elpoénkodtam, de ez nekem nagyon fáj, gondolom őszintén, hogy hetest megint kihagytuk az ígyszereket, hát nem tudom, hogy legközelebb 8 kapussal gyakoroljuk, mert már 2 kapussal gyakoroltuk. Úgyhogy még egyszer gratulálok az ellenfélnek a további jutáshoz, és sok sikert neki. Köszönjük. Sok pihenést. Köszönjük nektek is. Köszönjük szépen. Hadd Nagy Fanni, te szinte végig tüzelted a játékostársaidat. Mit éreztél most ezen a mai találkozón? Mi hiányzott szerinted? Hát sajnos végig nem tudtam tüzelni, mivel piros lapot kaptam, de először is szeretnék gratulálni a csapatának. Igazából csalódottak vagyunk nagyon, mert nem erre készültünk. Szerettünk volna revansot venni a múltkori mérkőzés után, és úgy gondolom, hogy az elején nagyon jól kezdtünk. Ekkora kilengéseket szerintem nem engedhetünk meg magunknak egy mérkőzésen belül. Ezt kell pontosítanunk, azt sem mondhatnám, hogy már rutintalanok vagyunk, mert azért lassan egy fél év eltelt, és játszottunk elég sok kiki mérkőzést. Remélem a pihenő az egy ilyen löketet ad majd a csapatnak is a szezon második felében, vagy a hajrában, vagy nem tudom, ezek a kiki mérkőzések a mi javunkra fognak billenni, és igazából ennyi. Köszönjük szépen, még egyszer gratulálunk, és jó utat kívánunk! Köszönjük szépen!